Hiába szerette őt mindenki színésznőként, megtartotta gyönyörűnek, ő nem tartotta magát se. Jó színésznőnek se gyönyörűnek. A Micsoda Nők voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor 17. rész Audrey Hepburn. Ő nem tanult színészetet soha, de egy percig sem. Ő gyakorlatilag úgy lett színésznő, hogy még csak statiszta volt, és nem sokat színésznő lenni, hogy neki pénzkereseti lehetőség volt, hogy neki a gondoskodás volt szerintem a hivatása, és ő ott érezt, el elhivatottságot, amikor így jó és kedves tudott lenni másokhoz, hogy másoknak tud a törömet és ez egy totál legitim hivatás. Uh -huh. Borzasztó erőteljesen egy teretetéhes gyerek volt, tehát akinek folyamatosan kellett volna az emberi érintés és a törődés. Hát, mint minden gyereknek. Azt <laughs> olvastam, hogy nem is az anyukáját a mamának, hanem az egyik dadust. Uh -huh. Úgy nyilatkozott erről, hogy ez volt élete legnagyobb traumája, amikor az apukája eltűnt az életéből, és itt lesz is egy hajlama, hogy ilyen kicsit apaszerűen uralkodó férfiakhoz vonzódjon majd a, a későbbiekben. Egyszerűt is, amikor ment hazafelé, elkapták az utcán. És összeterelték egy csomó másik nővel. Borzasztó belőle, hogy mondjuk milyen sors jutott volna neki akkor, ha nincsen elég illek jelenlétem. Kiderült, hogy egy hónapig volt ebben a pincében, ahol teljesen elvesztette az időérzékét, uh -huh. és már az anyja is azt hitte, hogy meghalt. Ugye a gerinc az, ami, aminél fogva visszük a terheket, amiket cipelünk, és hogy pont ott nőtt neki egy daganat, nekem az annyira ilyen szimbolikus, hogy valahogy egy annyi terhet cipelt, ami, Uh -huh. Amiatt a esetben nem is a sajátja volt, de vinni akart a mások helyett. Egy elképesztően jó ember volt. Tehát ő emberileg egy elképesztően jó példakép lehet mindenkinek. Megtestesítette azt, ami jó az emberiségben. Nem tudom, te hogy vagy vele, de amikor ezt így kitaláltuk, ezt a műsort, akkor uh -huh. így az volt, hogy volt a fejemben egy csomó, nő meg csomó információ, morzsa, most már biztos vagyok benne, hogy ezek morzsák voltak, amiket tudtam sok nőről, hogy, hogy ezeket így érdemes még több mindenkinek átadni, de az elmúlt hónapokban sokkal-sokkal több mindent tudtam meg nyilvánvalóan ezekről a nőkről, és így még jobban örülök neki, hogy őróluk beszélünk, meg, meg egyáltalán, hogy csináljuk ezt a műsort, mert hogy tényleg nagyon-nagyon nagyon sokat ad uh -huh. én, nekem is ez a műsor, meg amit csinálunk, és hogy például én rohadtul nem tudtam semmit Audrey Hepburnről, az így a helyzet. Sem. Ezt, ezt így, így kell kezdeni, ezt a műsort, és közben -e pont a hétvégén, hogy kiposztoltam, hogy készülök az adásra, és valaki írt, hogy úristen, annyira félt, hogy kihagyjuk Audrey Hepburnt Aha. ebből az évadból, és ahogy így olvastam meg, készültem belőle, így mindenkinek mondtam, hogy úristen, ti tudtátok ezt Audrey hepburn -nől? És akkor így mit tudom én, a férjem, jó, hát nyilván a, nem egy célközönség, de hogy így mondta, hogy uh, hát ő se tudta, de akkor valaki mondta, hogy igen, ő ezeket tudta, és most szándékosan nem mondom, hogy uh -huh. miket, de hogy én mostanra olyan Audrey Hepburn fangör lettem. És így mindig az van, hogy amikor fölveszünk egy adást, akkor mindig azt mondom, hogy most ez a legjobb, meg hogy, hogy ez így nagyon sokat adott, de hogy így visszagondoltam, jó Frida kahlo imádtam meg, nem tudom, tehát hogy Frida Kahlo egy teljesen más ö, csoportba tartozik így nálam, de hogy eddig mondjuk Hugonnai Vilma uh -huh. volt nekem, az, aki, aki aki ténylegesen úgy gondolom, hogy a nagybetűs micsoda nő volt szerintem, aki, aki tényleg élet szempontból is, meg szakmailag, meg minden olyan szempontból szerintem egy ilyen pátoszra emelhetjük, mert hogy egy ilyen nagyon jó pozitív példakép, tehát hogy nem csak érdekes a történet, hanem egy ilyen pozitív példakép. És hogy most én az Audrey hepburn -nél érzem azt, hogy hogy őról itt tényleg nagyon fontos, Igen. hogy beszéljünk, és hogy, és hogy bemutassuk a történetét, mert hogy annyira, annyira nem, nem élt bennem is, és attól félek, hogy szerintem ezáltal nagyon sok mindenkiben az, hogy ő ténylegesen is egy micsoda nő volt. Igen. Hát egy elképesztő ember volt, ez biztos, és hogy nekem is igazából, tehát én annyira nem vagyok filmfüggő, vagy filmrajongó, és hogy nekem is csak ugye ilyen képek voltak róla, ugye, hogy a, nem tudom, Gregory Peck mögöttül a Robogon Rómába, vagy ahogy a fehér ikonikus zsivansi ruhában reggelizik ugye a Tiffany előtt. Meg voltak ilyen képek, ami nekem furcsa volt, hogy például nem volt előttem időskori Uh -huh. vagy idősebb kori arca képe, tehát hogy valahogy így már a, nem is, már igen, igazából ilyen, nem is tudom. Tehát, hogy már ön érettebb szerepekbe se láttam, uh -huh. tehát ez furcsa volt, hogy biztos voltak, de hogy azok miért nem kerültek annyira a szemem elé, most ez is magyarázatot kapott, és hogy mennyi fiatalon is halt meg viszonylag, tehát igen. hogy 65 éves volt, én emlékszem, tehát hogy ez is azok annak, hogy, hogy ezért az ilyen idősebb éveiről kevesebbet tudunk. De hát egy elképesztően jó ember volt. Tehát ő emberileg egy elképesztően jó példakép lehet mindenkinek sok szempontból. Ez a jóság és kedvesség egyébként, ami annyi ilyen életrajzában, meg emberek szájából visszaköszön, aki mondjuk nyilatkozatról, hogy ezekben a könyvekben, amiket olvastunk, ez egy annyira meghatározó dolog, ez a, az, hogy ő mennyire jó és kedves és gondoskodó volt mindenkivel ezzel is így próbáltam foglalkozni, hogy ez mennyire volt nála egy veleszületett adottság, mennyire volt ugye ennek, ez a következménye mondjuk a gyerekkorának, mm. amiről, ami azért elég zaklatott volt, amiről, ami máshogy egyébként nagyjából, mint azok, nem tudom, egy karádinak vagy jászainak, de erre még visszatérünk. És hogy, hogy mennyire volt ez, nem is azt akarom mondani, hogy erőltetett, vagy magára vett, de hogy mennyi volt ebben az elfolytás. Uh -huh. Mert ez hogy ő mindig másokra gondolt, mindig mindenkiért megtett legyen szó, az egy kolléga, egy barát, vagy egész egyszerűen az afrikai gyerekek, tehát hogy ebbe, ebben én érzek egy kicsit egy ilyen megfeszülést is, hogy ő minden áron on jót akar tenni, ami, ami nagyon fontos, csak én egy kicsit ezt érzem például a korai megbetegedésében is, hogy kicsit előre szaladva, ő egyébként egy gerinc daganatban szenvedett, amit megműtöttek, de hárá három hónapra meghalt, tehát hogy nekem annyira ez kicsit ilyen szimbolikus ez a betegség, hogy kicsit bele is olvastam, hogy ez ugye a lelki síkon, ugye a gerinc az, ami, aminél fogva visszük a terheket, amiket cipelünk, és hogy pont ott nőtt neki egy daganat, nekem ez annyira ilyen szimbolikus, hogy valahogy egy annyi terhet cipelt, ami, Uh -huh. ami adott esetben nem is a sajátja volt de vinni akartam mások helyett, uh -huh. szóval ez nekem egy ilyen elég megrázó felismerés volt én még tegnap este néztem, meg nem tudom látta, de a Roger Moore készítette egy dokumentumfilmet 93-ból, ami szerintem egyébként egy szenzációs dokumentumfilm úgyhogy a podcast után nagyon ajánlom mindenkinek, a Youtube-on fent van Szerintem az nagyon jól körvonalazza, és tök jól bemutatja a nőt is, meg a, a pályafutását uh -huh. is, meg mindent, és ott egyébként idéztek az audrey tól és Ódri azt mondta, hogy neki az anyukája mindig ezt mondta, hogy szeretetet adni fontosabb, mint kapni. És szerintem ezt neki az anyukája nagyon-nagyon előtette uh -huh. benne, és igen, ez, ez végigkíséri abszolút az egész életét. Igen, erről majd még lesz is szó, hogy azért az anyukája sok pozitív szempontból volt rá befolyásol, és nem is azt mondanám, hogy negatív, de hogy nagyon erőteljes volt ez a hatás, és hogy esetleg ez így kis, szorította azt, amilyen mondjuk Ódri magától lett volna, de hát... Hát ez teljesen normális mindannyiunkra. Hát a saját igen. anyukánk, úgyhogy igen. De egyébként még az az érdekes Ódri Hebbornál kapcsolatban, hogy viszont nem találkoztam olyan emberrel, aki mondjuk így ne tartotta volna őt egy jó színésznőnek, vagy ne szerette volna, mint színészet, és ne tartotta volna egy gyönyörű nőnek. Igen. Hogy hogy, hogy ő egy róla egyébként ez a kép van. Tehát, hogy így ő, ez a mindenki szerette talán. Hát, mert ez a gyönyörű legről. is volt. Tényleg most én is, ahogy így néztem, hát ilyen tökéletes. Szóval a Igen. bőre, a haja mindig a, annyira tényleg, mint egy, egy ilyen baba kb. így uh -huh. ahhoz tud, tudnám hasonlítani. Igen. És, és én nem is gondoltam, hogy ő neki ez ezzel ekkora nagy problémája van hmm. már, mint hogy ő meg saját magát egyáltalán nem látta szépnek. Igen, igen, és egyébként én úgy látom, hogy ahhoz, hogy őt, meg az életét, meg a döntéseit megértsük, az igazából két dologgal kell tisztába lenni. Az egyik az az, hogy ahogy mondtad, hiába szerette őt mindenki színésznőként, megtartotta gyönyörűnek, ő nem tartotta magát se jó színésznőnek, se gyönyörűnek, hanem sőt egy elég komolyan bizalom, válsággal küzdött egész életében. Ami a szépségét illeti egyébként, tehát hogy, hogy ez az önbizalom hiány egyébként nyilván ettől rengeteget szenvedett, meg könnyebb lett volna az életén nélkül, de én úgy látom, hogy amúgy ez sok mindentől őt megkímélte, vagy legalábbis sok mindentől megvédte, és sok mindenre ösztönözte azért ez az önbizalom hiány. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy ő például a szépségét sose kötötte össze az eredményeivel. Tehát, hogy ő sosem azt látta, hogy neki a... Mivel nem látta magát olyan szépnek, ő nem gondolt azt, hogy az ő filmművészetében a külsőjének ilyen nagy szerepe van, ami mondjuk megadta neki a, ezt a nem is azt mondom, hogy méltóság, hanem egyesen örömteli öregedés. Tehát, hogy ő nem félt a középkorú válástól, se a utána a nagymamakorba lépni, hát ugye, amiben azért nem töltötte egy olyan sok időt, de hogy, hogy ez mondjuk, főleg ha egy Marilyn Monroe-val vetjük össze, itt ugye meg többször is szerintem hivatkozhatunk más színésztőkre, mert úgy számoltam, hogy ő a negyedik, mm -hmm. most már a sorból ugye volt Jászaink, volt Marilyn monroe Karádink, és ugye ő a negyedik, a csoda nő között, aki színésznő volt, és hát ott emlékszünk, hogy Marilynnek mekkora depressziót mm -hmm. és mennyi szenvedést okozott az, hogy egyszerűen elkezdett belépni a 30-as éveibe. Ami pedig azt illeti, hogy ő nem volt jó színésznő, Na ez megint jön, hogy nem értek a filmeket. Én fogalmam sincs, hogy mit a jó színésznő, -e, vagy valaki, vagy nem. Meg nyilván vannak ennek objektív mércéi, amit mondjuk egy szakértő jobban meg tud határozni, de azért úgy gondolom, hogy ez valahol ugyanúgy a szépség szubjektív. De az viszont tény, meg azt én is látom, meg ahogy így olvastam róla, hogy ő, tehát ő nem tanult színészetet soha, de egy percig sem. Ő gyakorlatilag úgy lett színészné, hogy még csak statiszta volt, és nem sok színésznő lenni, egyszerűen egy pénzkereseti lehetőség volt, de ezt majd kifejtjük bővebben. Amikor így úgy fedezték fel, hogy ugyanabban az évben kapott egy musical főszerepet, a broadway New Yorkban, és megkapta a Római Vakáció főszerepét, de így egyikről a másikra. Ami aztán rögtön Oscar-díj is, is kapott. Igen. Díjet. Tehát, hogy ő úgy került a a hogy ha objektíven nézzük, tényleg nem volt meg se a képesítése, se a tapasztalata hoz, uh -huh. hogy ezt hozz, hogy kell csinálni, de mind a két ezek is érdekes történetek, hogy hogy találtak rá, így megláttak benne valamit, és azt mondták, hogy ez a lány, ez nekünk kell a színpadra vagy a vászonra. Viszont ez azért valamilyen szinten rányomta a bélyegét a munkájára, meg hát a színész karrierének van egy ilyen jellemzője, hogy nekem az volt az érzésem, hogy a karrierje mindig egy lépéssel előtte járt volna, ő meg így szaladt volna, hogy utolérje, és valahol el is mondta, hogy ő úgy lett színésznő, hogy a, a Zsizsiben, ugye ez volt az első musical a Broadway-n, hogy úgy kellett musical főszerepet játszani, hogy sosem állt előtte színházban, színpadon. A római vakációban úgy játszott főszerepet, hogy az két mondatos szerepei voltak előtte. Utána a Funny Face-ben úgy kellett Fred Asterrrel táncolni a ráadás, hogy nem tanult táncolni, legalábbis nem ilyen modern táncokat, hanem balettet, és a My Fair Lady-ben meg úgy kellett énekelni, hogy ő nem énekesnő. Sosem tanították énekelni. És ez ugye neki nyilván egy folyamatos önbizalomválságot okozott, hogy meg tud ő felelni ezeknek a követelményeknek, viszont másrészt meg egy ilyen nagyon nagy maximalizmusra és egyébként alázatra késztették. Tehát ő mindent beletette munkájába még hozzá, úgyhogy ő mindig pontosan jelent meg a próbákon, kipihente jelent meg a próbákon, százszerzalékosan koncentrált, mindig tudott minden szöveget százszerzalékosan, és és emellett még kedves is volt. És emellett kedves is volt, igen, és hogy tehát, hogy ez, ez is mint egy ilyen érdekes Merlin ellentét, hogy ugye Merlin monroe is nem hogy ezerszer felvetetett például egy, egy jelenetet, és mindig valakitől meg kellett kérdezni, hogy jó volt, jó volt, uh -huh. mert hogy annyira félt attól, hogy nem, nem üti meg a mércét. Tehát ő is perfekcionista volt, de ugye emellett rettenetesen szétszólt. Tehát, hogy a késései ugye legendások voltak. Szegény, amikor nem tudta összeszedni magát, hogy kijöjjön egy öltözőből, akkor volt, hogy három órát kellett várni uh -huh. rá. De hogy ugye Ódrinak nem voltak ilyen alulja, és ezért mindenki imádott vele dolgozni. És ahogy mondta, nem csak ugye azért mert hogy profi volt, hanem, hanem mert, hogy kedves is volt. Tehát, hogy mindenkivel annyira közvetlenül bánt, tehát, hogy még, még a legnagyobb szakmai csúcsán sem voltak ilyen allőrjei, vagy mondjuk úgy, hogy nem szállt el magát, hanem, hogy volt forgatásról, így a skriptestől a, világosítóig mindenkinek te átosztott például. Meg Igen, meg csokoládét. Meg Arról mindig gondoskodott, hogy legyen elég csokoládé mindenki. Ezt ő nagyon szerette. Igen. Igen, és ez az egyébként, amit mondtál, hogy tehát ez egy részben azért ugye így, nem is csak a szakmai alázattal áll összefüggésben, hanem, a, hanem mondjuk ugye az anyukájával is, aki egyébként azt mondta Ódri, hogy mindig azt hallotta tőle, ne felejtjétek, hogy a jó erkölcs és a kedvesség szorosan összetartozik. Legyetek hát mindig kedvesek. Számára az, hogy egy idős vagy ajtót nyitunk, teljesen természetes volt, hiszen az ember csak akkor lehet nyugodt, ha segít a rászorulókon, és ebben a felfogásában megingathatatlan volt. Már mint hogy anyukája ezt ugye róla mondta, szerintem egyébként elég sok nyilatkozat, meg interjú, meg ilyen vallomás van tőle, úgyhogy sokat tudunk a saját szavaiból intézni. Uh -huh. Nekem az jutott eszembe, hogy nekem ez. Ez igazából tetszik, meg, meg, meg szerintem ez egy jó dolog, amit mondtál, uh -huh. hogy így loholt a úgymond a karrierje után. És egyébként így próbáltam, mert ugye olvastam a jegyzeteidet ezzel kapcsolatban, és így, hogy így. Én azért gondolom a, a saját szubjektív szemszögemből öt jó színésznek, mert hogy abszolút nem látszott rajta, szóval, hogy, uh -huh. hogy így, ahogy néztem a szerepeiben, én magabiztosságot láttam, szóval, hogy én egy-egy jelenetben én elhittem, hogy ő szépnek látja magát, hogy ő tud élni a szépségével is, hogy ezért is meglepet az, amikor ö, ebbe a Bredger Mórus dokumentumfilmbe egy barátnője azt mondta, hogy ő, ő például kockának hívta, mert ugye azt mondta a barátnőjének, hogy hát olyan a fejem, mint egy kocka, és egyébként, hogyha nem vagyok kis akkor nincs szemem, és akkor egy reggel el is ment hozzá, és még a sminkelés előtt megmutatta a barátnőjének, hogy na, tessék, így nézek ki. És hogy visszatérve így a, a karrierjére, hogy azt akartam mondani, hogy szerintem őt ezt húzta, uh -huh. és ezt nyilatkozták is róla, hogy, hogy mindent meg tudott tanulni, szóval, hogy így soha nem volt benne az, hogy nem tudom, ezt nem tudom megcsinálni, lehet, hogy egyébként nem volt elégedett vele, de hogy ezt ő húzta, ez a, ezek a kihívások, uh -huh. Igen. hogy mindig jobb és jobb legyen, és végül mindent megoldott, szóval, hogy, 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 hogy így például az, hogy, hogy azt mondta, hogy mert hogy neki nincs hangja, és a faj nem fog eszembe jutni melyik filmjében, de hogy, hogy így megvan előttem, ahogy így énekel, és gyönyörű hangja van. És egyébként ajánlom mindenkinek, hogy ha valaki most majd a hatásunkra elkezd Audrey Hepburn filmeket nézni, akkor ne szinkronosan, mert uh -huh. gyönyörű beszéd hangja is volt. Meg ugye, ahogy formálta a szavakat, volt egy ilyen, szerintem egy ilyen akcentusa, bár nyilván ezt én magyar nyelvükként annyira nem tudom megítélni, de szerintem uh -huh. volt neki is, valami gyönyörű volt. Szóval, hogy, hogy szerintem ez őt húzta, hogy mindig egyel előtte volt, igen, a, a, a szakmai kihívás. És én szerintem mindig zseniálisan megógrottam. Igen, hát volt tehetsége, az biztos, tehát, hogy a, nyilván, ha nincsen színészi tehetsége, akkor nem is fedezik fel, hogy egyáltalán meg tudott volna szólni a kamerák Igen. előtt. Tényleg volt benne valami, én azt kezdtem azt éreztem is, hogy egy kollégája mondta róla, hogy hogy ez a, ez a még, még csak nem is talán a tehetség, vagy a szorgalom, hanem, hogy ez a kedvesség ez egyszerűen át tudott jönni a kamerán. Tehát, hogy van, vannak olyan emberek, és nekem Marilyn is ez volt, vagy most olvastam róla, meg Ódriról meg is, hogy valahogy egyszerűen annyi, tehát ez a szereti őket a kamera, uh -huh. meg, hogy valahogy annyira át tud jönni akár a Vásznon, vagy a tévén, vagy mármin a kisugárzása, tehát amikor nem csak valakinek mondjuk a a háromdimenzióban körül telévő emberek érzik meg a kisugárzását, hanem még a nézők is, és ez fantasztikus, és egyszerűen. És egyébként azt is mondta ez a kolléga, hogy ez szinte a jóság volt, hogy ő így megtestesítette azt, ami jó az emberiségben. Igen. És hogy ehhez ugye az ember ösztönösen vonzódik, és hogy így valahogy, tehát ezt a, azt a vágyát tükrözte az embereknek, hogy így szeretnének olyanok lenni, mint Odria, és jó lenne, ha több olyan ember lenne, mint ő. Szóval ez egy olyan szép gondolat, de. Egyébként például ez egyébként az a csokoládé, meg hogy teát vitt, meg, meg nem tudom, amikor beteg volt valaki, akkor írt neki lapot, ezek így mind annyira szépek, de hogy, hogy na és ez az, amit én nem tudok, hogy ő például ezt azért csinálta, mert ő azt akarta, hogy őt szeressék, mert neki azért nagyon komoly szeretet hiánya is volt, tehát majd erre rátérünk, tehát hogy nem azt akarom megkérdezni, hogy ez tényleg nem okozott neki örömet, másoknak örömet okozni, mert ez a legjobb. Tehát, hogyha valaki azért csinál ilyen dolgokat, mert szerintem annak örül, ha valakit lát örülni. De hogy egyébként tényleg a kedvességének voltak egy ilyen teljesen megkérdőjeleztető természetes meg és nekem például a Uh, egy ilyen történet volt az, hogy már amikor nagyon nagy sztár volt, talán túl az állom luxus kivitelben is, akkor uh, például volt, hogy azért uh, bocsájtotta az egyik ilyen uh, piárosát, mert uh, mert hogy ez például a háta mögött, tehát nem rossz szándékból, de hogy elkezdett tárgyalni a zsivan-zsival, mert hogy a, ő kifejlesztett egy parfümöt kifejezetten az ódrinak, ez volt hanem, hogy linterdit, a kb. A szintén, hogy a pilos, vagy hogy a tiltott, vagy a tiltott mondjuk inkább így, és azt csak neki csinálta, de aztán piacra dobta, és hát ugye nagyon nagy, meg hát eleve Audrey Hepburn, az egy a, konkrétan a személyiség egy ingyen reklám és uh, hogy akkor felvetette ez az attest, hogy most esetleg lehet, hogy valami pénzt ebből így valami százalékot, és ez Uber az, az rábilan, lábólintott, hogy persze teljesen jogos, és az Audrey ezen nagyon nem, nem felhábor, meg nem kiakadt, meg úgy váltak szét ezzel a sajtósal, hogy jóban maradtak, csak hogy szakmailag úgy látszik, hogy nem érti meg, hogy az Odin mi motiválja, hogy de hát, hogy őt ez nem érdekli, mert ő a neki ez egy barát. Tehát, uh -huh. hogy ha most izé 10 tíz dollárt keres rajta, vagy milliókat neki, az mindegy, mert neki az volt a lényeg, hogy ha tud neki segíteni abban, hogy jobban menjen az üzlet, akkor akkor menjen, és hogy, hogy ilyet, neki eszágába se jutott volna ezért neki pénzt kérni, és ez egy annyira sz... tehát, hogy valahogy itt így érezni, hogy ő szereti a parfümöt, szereti a ruhákat, Miért akarnom, mondjuk, azon nem tudom pénzt keresni, amikor van neki elég, hogy, ne. hogy egy barátnak segít ezeket népszerűsíteni. De még egyébként visszatérve erre a munkával szembeni alázatra, mert erről se szabad megfeledkezni, hogy ez még valamitől őt megvédte, nem csak attól mondjuk így a filmszakmában úgy terjedjen, hogy akivel nehéz együtt dolgozni, de hogy ő így egyáltalán nem élt meg semmilyen tipikus stár, sorsot. Tehát botrányok, drogügyek kiégés, vagy akár ne adj Isten öngyilkosság, tehát hogy ezek így mindőt nagyon messzire elkerülték. Ő nem járt hatalmas bulikba, nem ment be másnaposan forgatásokra, meg volt egyébként egy elég törékeny egészsége is, tehát hogy ő erre azért vigyázott is, tehát annyira nem is bírt volna egy ilyen éles stílus, de nekem mindig az a szólított jutott eszembe erről, hogy mértékletes és hogy itt ugye megint, hogy az anyukájnak milyen nagy a társa volt rá, itt mondott róla egy ilyet is, hogy az anyám tanított meg egyenes derékkal ülni és állni, mértéket tartani bor és édességfogyasztásban, és is arra is ő is rá, hogy ne szívjek többet napi hat cigarettánál, mondjuk, nagyon, ettől, mondtam, sokkal többet dohányzott, mert azért azt mondták róla, hogy ilyen napi egy doboznál is többet. Úgyhogy azért fogott azt nem vissza, hogy ne legyen rossz hatással a hangszálaira, de hogy dohányozni kell, dohányzott. De hogy a lényeg az, hogy ezek így nagyon szerencsésen elkerülték, és hogy nagyon emberi maradt. Tehát, hogy ő egy olyan jelenség volt Hollywoodban, ami az így nem szoktak hozzá, tehát amikor mondjuk ott lakott a leggazdagabb részé Los Angelesnek belerben, akkor is ő tudom, milyen halásznadrágban, meg balerina cipőben biciklivel járt a boltba, mert hogy ő tesztette boldoggá, meg, meg később is, amikor a főleg Svájcban élt, akkor is ők egy, egy utcás faluba telepettek le a férjével, ahol az volt neki a boldogság, hogy piacra jár és kertészkedik. Tehát, hogy ő egy nagyon emberi sztár tudott maradni, ami szintén nagyon szerethetővé uh -huh. tette, így nem csak a kollégai, de, de, az emberek szemében úgy általában. Hát ő neki gyakorlatilag ez a színészkedés, ez tényleg egy munka volt, uh -huh. Szóval, hogy ő neki ez nem olyan színű, tehát hogy ő ne, neki nem a az volt a, az álma az egész végén, hogy akkor ő híres színésznő igen. legyen, meg híres sztár legyen, meg nem tudom, hanem neki egyetlen célja volt ezzel pénzt keresni, nem, uh -huh. megalapozni esetlegesen az saját a igen. igen, 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 igen. De hogy ő neki nem nem ez volt a vágya, nem, hát meg és ez a másik dolog, amire mondtam, hogy Egyébként kell az ő életének a megértése ezt, hogy ő a lel lelkem nem egy színésznő volt, hanem egy ilyen, inkább egy családanya, plusz feleség, plusz háziasszonynak a, nem is tudom, arhetipusa igazából. És ez, amit mondtál, hogy az ő életéből a színészet az... az az végte, véletlenül jött, ő fogalmazott azt hiszem úgy, hogy ő vele ez megtörtént. Ami nem azt jelenti, hogy ő ezt ne szerette volna, vagy ne élvezte volna, vagy lett volna nagyon boldog vele, de hogy neki nem ez volt az elsődleges célja. Tehát vele kapcsolatban nekem az volt az érzésem, hogy ő egy ilyen született viktoriánus nő volt, úgy Isten igazából. Tehát, hogy ő egy ilyen, nem, 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 is azt akarom mondani, régi mód, de egy ilyen klasszikus, konzervatív nőtípus. És például, amikor hogy mondjuk ezt illusztrálni, hogy amikor a, az első fél évvel Mel Ferrerrel elment egy forgatásra, nem is azért, hogy, nem, nem is azért, mert ő játszott a filmben, hanem mert a férje volt a producer, akkor, akkor például ott, nem tudom, nagyon élvezte azt, hogy ott nem ő van főszerepben, sőt, igazából így is nyilatkozott erről az idér, időről elkísértem már a külső jelentek forgatására, és soha nem voltam ilyen boldog. Ez volt az első alkalom, hogy tényleg az volt a benyomásom. Férjes asszony vagyok. Végre a másodhegedűs szerepe volt az enyém, és imádtam. Mexikóban Nava jártam vásárolni, még Mel forgatott, és este Errol Flynn, Ava és én együtt mentünk vacsorázni. Ez volt az új számomra. Minden normális volt. A férjem napközben dolgozott, én pedig otthon maradtam. Ez volt a logikus szereposztás. És hogy mondjuk az anyaság gott ő mennyire fontosnak tartotta, illetve hogy számára ez így hozzátartozott a, a nőiséghez, vagy a teljes, a teljes élethez azt mondjuk ez az idézet is szemlélteti. Ami egyébként egy picit érbe szimpatikus. Tudom, hogy ez a tapasztalat minden nő számára más, és nem akarok ítélkezni. Legalábbis megpróbálom. De őszintén nem vagyok képes elképzelni, hogy valami, akármi is legyen, az fontosabb legyen egy nő életében, mint a gyermek, akit világra hoz. Tudom, hogy a nők millióinak, akár gyerekesek, akár gyerektelenek, más dolgok fontosabbak, de számomra ez soha nem volt kérdés. Mindennél jobban akartam gyereket. Igen. Igen. Van é, ilyen. Van ilyen és Tehát, hogy nem csak a saját gyerekeit imádta, uh -huh. hanem ő úgy általában a gyerekek felé érzett uh -huh. egy nagyon erős és vonzalmat, de ezt már mondta, hogy ő már nem, kislány korábban is szeretett a kisebb gyerekekkel játszani, és hogy például, amikor az egy apác életét forgatták, akkor is mondta róla egy kolléga, hogy, hogy néha egy azért, nem tudom, állt meg az élet, mert hogy ő az egyik színésznek a gyerekeit meglátta, és akkor velük akart játszani, meg hát később, amikor ugye ugye élete utolsó évben az UNICEF-nek dolgozott, akkor uh, utoljára szomáliai gyerekeknek próbált uh, ugye, pénzalapot gyűjteni, és általában azok voltak az utolsó szöldjén szegény szomáliai gyermekeim. Az anyaságáról most szándékosan nem beszélünk többet, mert uh, ugye írjuk a Micsoda Anyák voltak könyvet, ami már előjegyezhető. Uh -huh. Dicsérj meg! <laughs> Nincs meg már előjegyezhető, és októberben fog megjelenni a könyv, és ott majd bővebben fogunk arról írni, hogy micsoda anya is volt ő, és szerintem ő ő, ő, ő a pozitív példa lesz majd így a könyvben, mert tényleg egyébként szenzációs anya volt, de szándékosan nem térünk ki itt most erre, hanem, hanem így a, a szakmájára, vagy a munkásságára kanyarodjunk kicsit még vissza, mert azért arról van mit beszélni. Igen, 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 és ö, egyébként most hogy mondtad, hogy, ö, hogy, hogy ez neki munka volt, hogy, ö, hogy így tudom, hogy az jutott eszembe, hogy ö, azért az átlag embernek, így nekem is, így van egy hajlamom arra, hogy ö, valamiféle ilyen nem tudom, burkot vonjak egy színész köré, vagy hogy valahogy úgy képzeljem el az összes színészt, hogy ők mindig valamilyen, nem tudom, isteni adottságnak tekintik a képességeiket, és hogy valami olyan elhivatottsággal és testestül, lelkestül a munkájuknak szentelve élik a mindennapjaikat, hogy tényleg csak a színpadért, kameráért vagy a szerepeikért élnek, de ez nem feltétlenül igaz mindenkire, mert hogy ugye azért végső soron a színészet is egy szakma, és van, akinek ez csak egy szakma, és akkor van, akinek meg hivatás, és ugye ez nem, nem feltétlenül uh, uh, van így minden színésznél, tehát ott van egy, például is egyébként Marilynnek is, Marilyn Monroe-nak is ugye véletlenül jött az életében, meg Karádi, meg aztán pláne egy jó példa, tehát hogy neki eszébe sem volt úgy igazából színésznőnek menni, és ettől függetlenül mindannyian egy ilyen nagyon erős perfekcionizmussal végezték ezt a munkát, és nagyon jók akartak, és nagyon lelkiismeretesek voltak, tehát hogy, hogy, ezt, ezt akkor is lehet így csinálni, ha valaki nem gyerekkorától tudja azt, hogy ő színésznő akar lenni, egyébként milyen érdekes, hogy ezek a sérüléseket elszenvedett nőink, mennyire hajlamosak, mindegyébként a perfekcionizmusra mm. és a tökéletességre. És, <kül> Hát, hogy a, a, tehát, hogy ezért szeretem ezt a munka és hivatás szót megkülönböztetni, mert hogy így a hivatásban benne van az is, hogy ha valamit elhivatottsággal csinálsz, és hogy Audrey Hepburnnek nem ez volt a hivatása, hanem ugye, amit mondtunk, hogy, hogy a gyerekek. És ugye nem csak így az anyasságra gondolok, hanem úgy általában a gyerekekre, vagy úgy általában a gondoskodásra szorulókra, tehát hogy neki a gondoskodás volt, szerintem a hivatása is, ő ott érezett el hivatottságot, amikor így jó és kedves tudott lenni másokhoz, hogy másoknak tudott örömet szeretni, és ez egy totál legitim hivatás. Uh -huh és talán már beszéltünk, azt hiszem, a Hugonnai Vilmánál szóba jöttek ezek a bennünk élő istennők, amit én, én nagyon szeretek, mint a pszichoanalitikusi elméletet, hogy ugye ezek az arhetipusok, akik bennünk élnek, és hogy minden nőnek megvannak a... Minden nőben mindegyik megvan, de hogy más dominál, van, akinek az egész életet egy vagy kettő dominálja, van, hogy mondjuk tudom, 30 évenként más, vagy 5 évenként más, de hogy ő egy ilyen tipikus Demeter, ugye ő az anya, meg a hestia aki meg a, ez a, a, nem, a házi asszony, aki, aki így a, a szép környezet megteremtésével leli az örömét. És egyébként még azt vettem észre, hogy ér, hogy például ez a született színésznő, nekem még mindig a Jászai, tehát uh -huh. már itt öt évesen már ugye azt produkálta magát, ugye a képek előtt így eljátszva a híres embereknek a halálát, hogy, hogy ezeknél a hivatásos színésznőknél, mint hogy ez már úgy tényleg kijön gyerekkorban. Hát, hogy, ami, és egyébként ez nem olyan megkülönböztetés, hogy ez bármelyiknek akár az emberi vagy a színészi értékéből levon, csak segít megérteni egyébként a döntéseket, hogy valaki miért tényleg a színpad, miért öregszik mondjuk együtt a szerepeivel, mint egy jelszai, akit egy pillanatig nem zavart, hogy egyre idősebb nőket játszik, és mondjuk miért van az, hogy mondjuk mások meg így tényleg, ha ott mondjuk képesek lemondani akár a filmezésről, és hogyha azokat a szerepeket, amikkel ő mondjuk híres lett, vagy jól érezte magát, már nem tudja, vagy nem akarja eljátszani. Uh -huh. Erről a gondoskodásról az jutott eszembe pont a napokban a középső gyerkőc, a kislányom, ő, ő egy ilyen karakter, uh -huh. és ugye az is az volt, hogy már gyerekkorában is ő anyuka szeretett volna lenni, és hogy egyébként valószínűleg az, hogy milyen körülmények között zajlott a gyerekkora, és hogy nem tudott, hogy egyrészt az, hogy nem olyan volt az életük, a családi milliójuk, hogy hogy ez biztos egy ilyen nagy vágy volt neki, uh -huh. hogy akkor majd ő megteremtse, meg úgy egyáltalán Igen. ez a gondoskodás dolog, hogy az én kislányom ilyen, hogy ő játékból is megetett engem. És hogy egyébként ez a, ugye az előző adásban a Liliávnél beszéltünk erről a Gender témánál, hogy azért ez sok nőben így benne van, és hogy tényleg ezek már egész kicsi kortól jönnek, és hogy ez, ez, ez még egy világháború se tudja belőlünk, Igen. meg egy, egy sok esetben egy társadalom se ö, tudja azt, mint abban, akiben ez benne van, vagy akár egy egy Hollywood se tudja az emberből kiűzni, vagy ki törölni. lehet -e a világ éppen leg közkedveltebb színésznője is, amikor megszületik a gyereked, akkor azt mondod, hogy bocsánat, én nekem most kitejesedett, és akkor én most elmegyek, és anya leszek. Igen. És nekem egyébként ez, ez nagyon tetszik benne, hogy ő ezt meg tudta lépni, és azt tudta mondani, hogy oké, okay, hogy én vagyok Audrey ebből, de most én vagyok ennek a gyereknek az anyukája. És egyébként szerintem ebből is a legfontosabb tanulság ez az önazonosság, Igen. hogy ő ismerte magát, ismerte a preferenciáit, és tudott ezek szerint lépni, mert egyébként most visszatérve a könyvünkre, hát azért vannak benne olyan történetek, ahol ez pont nem jött össze. Tehát, Igen. Hogy, hogy mondjuk valaki úgy szült gyereket, hogy neki még mondjuk a... Tehát most például a Whitney Houston uh -huh. írtam én, és hogy ez valami szörnyű történet, és ez is tehát ami pont annak a története, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg szépen, tehát hogy nem kellett volna ezt a kettőt kombinálni. De akár ugye Hugonnai Vilmánál is beszéltünk Igen. róla, hogy őnek is se igazán kellett volna. Igen, tehát hogy legalábbis az első gyerek az nagyon nem volt számára sem időszerű, és nem is ezekkel a preferenciáival egyszerűen nem passzolt. Tehát, hogy tényleg, de szerintem, hogy egyébként ez, 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 ezt a szót nem nagyon használjuk gyerekvállalással kapcsolatban, de a preferencia az egy annyira fontos fogalom szerintem, hogy egy nő tudja, hogy ebben az, pontban nekem mi a fontosabb, és nagyon nehéz, hogy tényleg nekem a fontos, vagy azért, mert már annyi felől hallottam, hogy nekem mikén, hogy fontos legyen, hogy ezt már a magamévá tettem, ez borzasztó nehéz szétszállazni egyébként. Úgyhogy tök jó, hogy neki sikerült. Igen. És hogy most, hogy ezt a két valamit, ami így szükséges az ő életének az értelmezéséhez körül még annyit mondanék, hogy így mondjuk kicsit jobban rávilágít ennek azért a negatív oldalára, mert azért ennek az ő önmagába való kételkedésének is, meg ez a másokról való gondoskodásának is azért volt egy olyan vetülete, hogy volt benne egy ilyen elő, elég erős hajlam az önfeláldozásra. Vagy az ön, hogy önfeláldozás, vagy önfeladás, erről őt kéne megkérdezni, ugye ez az, amit nem tudjuk. Tehát ezt így nehéz szétbogarászni, hogy, hogy mi az, amiből ő legyet, amit mondtam, hogy természetesen jött, vagy így, így megfelelésből hogy mondjuk például, amikor ugye az első férjéhez, akiről beszéltük, hogy ugye színész és producer volt már Ferrer, hogy azon túl jó, hogy tényleg egy ilyen idézőles szupport feleségként érezte jól magát egy ilyen klasszikusabb viktoriánus szerepben, hogy ő azért nagyon sokat tett alá a férfinak. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy a saját sikerével mondjuk meg ne sértse az ő egóját. És ez, amikor nem tudsz magadra büszke lenni, vagy azért kell vigyáznod, hogy te ne őrülj annyira a saját sikerednek, hogy valakit megsérts vele, az már mondjuk például probléma. Igen. Vagy hogy ő neki ugye egy elég törékeny fizikuma és egészsége volt, és hogy az összes forgatáson széthajtotta magát, de hogy így olyan helyeken forgatott, hogy az apáca történetét ugye a százszerzelékos páratalmú tűzforró Kongóban, akkor volt Mexikóban forgatás a porbiharok között, Rómában a, a, a nem csak a római vakációt, amit a történelm legmelegebb nyarán forgattak, hanem még ott forgatták le vele a háborús békét is ezekben a nagy nehéz brokát, meg bársony ruhákban, és hogy mindegyik volt, ami forgatás után veselektelenséget kapott. Ugye volt, hogy a gerince sérült meg egy forgatáson, amikor leesett a Róról, tehát hogy ő valahogy olyan szinten nem kímélte magát, Gyakran esetleg épp azért, hogy ne okozzon csalódást a stábtagoknak, rendezőknek, színésztársaknak, vagy hogy ne okozzon ezzel problémát nekik hogy azért ez így, így, így ezen megmutatkozik, és hogy egyébként, amit mondtam, hogy a betegsége is érezte, hogy beteg, de nem ment el orvoshoz, hanem járta ugyanúgy Szomáliát, meg Afrikának más részét, mert ha ezt mondta, hogy rá itt van szükség, és hogy neki feladata van, és ő nem ér rá ezzel foglalkozni, és nagyon késő jutott el orvoshoz, ugye már visszafordíthatatlan volt. Tehát, hogy, hogy, hogy azért itt érzem, hogy ez egy kicsit túl sok volt a másokra való gondolásból, és hogy magára azért így tudott vigyázni, de nem mindig talán akkor, amikor igazán, tehát, hogy jobban, uh -huh. jobban tekintettel kellett volna lennie a saját bármire, igényeire, határaira, akármire, és hogy azért itt, hogy ez, ebben volt egyébként egy nagy adag félelem is, szerintem attól, hogy mondjuk elveszíti másoknak a szeretetét, de erre majd tényleg a, 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 a gyerekkorán átírunk, de hogy itt mondjuk az anyukája megint milyen nagy hatása volt rá, hogy ezért itt volt pár idézet tőle, ami nekem így nem volt kellemes érzés olvasni. Tehát, hogy Ódri ezt írta, vagy ezt mondta egyébként a gyerekkoráról. Én abban a csodálatos régi módi szellemben nevelkedtem, amelyben a másikat előbbre valónak tartjuk saját magunknál. Mások sokkal fontosabbak, mint te kedvesem, és ez zúgoldás nélkül el kell fogadnod, mondta neki az anyukája. Hm. Voltak ilyen, ilyen megnyilatkozások az anyukájától, és mondjuk egy olyat is találtam, amiben azt mondja, hogy Ódri vagy már ezt az anyukája mondta egyszer egy újságírónak, Ódri tehetsége nem az én érdemem, hiszen az igazi tehetség Isten ajándéka. Ha büszke lennék Ódri adottságaira, ugyanúgy büszkének kéne lennem a kék égboltris is, vagy a Királyi Akadémia Front kiállításának festményeire. Ú, ez mondjuk dóról. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy... Tehát, hogy akkor gyakorlatilag nem volt büszke a lányára. Igen. Meg hogy... azt mondja. Igen, tehát, hogy ami, ami a ti... Tehát, hogy te, te erre ne legyél büszke, mert ezt nem te kaptad, uh -huh. hanem Isten ajándéka is, hogy ez... Uh -huh. Szóval ez, ha valaki úgy nő fel, hogy, hogy amit te elértél, azt nem te érted el, hanem tek mindegy, hogy most szerencsének, Igen, vagy vala bármilyen külső erőnek köszönheted, az, az nem jó. De egyébként ezt én is fölírtam magamnak, hogy mindenhol így nyilatkozott. Uh -huh. Szerencsém volt, mert Igen. felfedeztek. Szerencsém volt, mert valamit megle... Szerencsém volt, mert épp ott voltam. És soha egy, egyetlen egyszer Egyébben nem, nem mondja azt, a volt? hogy egyébként neki mennyi munkája volt ebben, meg igen, de te elmondtad azt, hogy igen, ezt, ezt törjük. De szépen csináltam. Igen. Tehát, de neki hogy mindig szerencséje volt. Hát persze, hogy szegény széthajtotta magát, hogy soha senki. Uh -huh. Hogyha senki nem ismert, mondjuk azért, nem gondolom, hogy soha senki nem mondta neki azt, hogy jó, sőt, de mondjuk az az ember, akit. Igen, hát ugye ez az a volna nagyon, nagyon fontos. Igen. Hogy uh, gyerekkorában ezt hallja, de hogy ugye hogy akkor most rátérjünk erre a sokat emlegetett gyerekkor, hogy ez ugye mitől is volt ö, ö, olyan felkavaró, mondjuk időnként. Hát ugye két dolog, ami mondjuk rágyomta a bélyegét korai évé, az egyfelől a, az apukájának a távozása, ki ugye ott hagyta a családot. Ö, most őt Zsózef Rástonnak hívták, illetve Ráston Hebbörnek, és ugye is van valami furcsa kevered és már, hogy ő elvileg úgy vette fel ezt a Hebber nevet, ami egy régi nemesi név, hogy így nem is volt hozzá joga, mert hogy a volt anyja, valakinek a volt felesége így bekerült, tehát hogy valaki a családban volt, akinek volt ez a neve, de hogy így egyébként anyai ágról, tehát hogy de hogy ő ezzel szeretett felvágni, hogy nem tudom milyen hercegnek a leszármazottja. És hát ő egyébként egy ilyen igazi simlis alak volt, így nem nagyon tudni, hogy mit csinált élete során, így nem tudom, bankárnak nevezte magát, de soha nem foglalkozott bankügyleteket, meg ilyen furcsa panamák és igaztások környékén bukkam fel a legtöbbször így a élettörténete során. Az anyukája viszont egy Van himstra. remélem jól mondom, nem biztos, váronő nő volt, tehát hogy ő egy holland nemesi családba született uh, hölgy volt, akit egyébként Ódri jellemzett úgy, hogy ő egy igazi Viktoriánus nő volt, hiszen még 1900-ban született, és hogy ez az ő életére ezek a akkori értékrendek rányomták a bélyegét, pedig ő egyébként egy sokkal modernebb és talpra esett nő volt szerintem, főleg azért, hogy ő az első férjét elhagyta, mert hogy nem működött a házasság, és ez abban a korban, meg társadalmi körben azért egy elég bátor volt. És egyébként első férjétől ugye van is két fia, az az Odinak volt két idősebb féltestvére. De hát ugye ez, hogy ők Hollandiában egy ilyen nemesi, tényleg egy ilyen főnemesi, tehát hogy nem tudom, ilyen hivatalnokokat és nem tudom, szent adó családban nőttek fel azért, hogy ennek, tehát Odin egyébként egész életére arisztokrata lesz erre, majd, majd, a, a My Fair Lady nél még, még jobban ki akarok térni, mert azért ez érdekes. De hát, hogy ő egy ilyen klasszikus arisztokrata családban nőtt fel, dadákkal és nevelőnőkkel körülvéve, ami gyönyörű környezetet biztosított az első élet első tíz évére, viszont nagyon, hát sok emberi érintést és szeretetet nem kapott, és hát ugye ez a korabeli arisztokrata családokban normális volt, de ez a rideg tartás számára nagyon nem volt megfelelő, tehát hogy borzasztó erőteljesen egy szeretetéhes gyerek volt, tehát akinek folyamatosan kellett volna az emberi érintés és a törődés. Hát mint minden gyereknek. Igen, igen, tehát hogy azért azért ez. 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 Ezt olvastam, hogy nem is az anyukáját hívtam a hanem az egyik dadust. Azt uh -huh. mondtam, elég sokat elárulom. Igen. Igen, és hogy egyébként már hat éves kora előtt valószínűleg ezért voltak ilyen bulimies epizódjai. Tehát, hogy nagyon homályos ez, hogy ott pontosan mi, 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 mi volt, mik voltak ennek az evészavarnak a tünetei, de mint hogy egy hajlamos lett volna így a betegségig túl lenni magát. Neki elég komoly összefüggései vannak a, ugye a kötődési zavarokhoz, meg ugye általában, meg másrészt ugye az életfölötti kontrollhoz is. Még ezt meg is tetézte az, hogy ez a szintén hat éves volt, amikor az apukája így lelépett, lépett, vagy hát így ott hagyta a családot, és az anyukája ott maradt egyedül, és ezt ő később úgy nyilatkozott erről, hogy ez volt élete legnagyobb traumája, amikor az apukája eltűnt az életéből, és egyébként lesz is egy hajlam, hogy ilyen kicsit apaszerűen uralkodó férfiakhoz vonzódjon majd a, a későbbiekben, akik, vagy hát akik hajlamosak őt gyereknek kezelni, és hát azt se könnyítette meg az életét, hogy ugye az anyukája azt gondolt, hogy a, a lánya az egy ilyen angol magániskolában nevelkedjen, ahova elküldték, úgyhogy nem is beszélte rendesen a nyelvet, és ahol ö, viszont legalább beleszeretett a táncba. Tehát, hogy ahol a, a, a balettet mint, mint olyat felfedeztés, ez neki nagyon nagy támasz lett a következő években. Viszont, ahogy beszéltünk mondjuk erről Marilyn Monroe-nál, hogy az, hogy egyik családnál, aki befogadta a mozit használták, ugye napközinek még a következő családnál meg. Azt mondták, hogy a mozi az ördög műve, hogy ez mennyire összezavarta az ő belső iránytűt, tehát hogy ezért ez megvolt szerintem Ódrinak a gyerek korában is, hogy ugye elküldték Angliából, nem volt szabad hollandul beszélnie, és Ódrinak keretében, mert neki ugye a másik neve Edda volt, uh -huh. a holland neve és hogy ott az ódrit kellett használni, angolul kellett beszélnie. Viszont amikor meg az második világháború kitörése előtt közvet, vagy hát már a hadüzenet után, amit Angliába küldtek a németek, ugye egyből már kb. az utolsó gépek egyikével visszavitték Hollandiába, akkor onnantól egy szót sem volt szabad angolul szólni, és felejts el, hogy Ódrinak hívják, és hogy ő onnantól Edda. És hogy maga egyébként az anyukája is, meg az apukája is, ez egy elég zavarbajtő történet ugye az ő családjukban, de hogy ők ilyen eléggé német barát, fasiszta érzelmű emberek voltak. És csak amikor az ő országukat is lerohanták, a németek kaptak észbe, és hogy ez egy elég nagy tévedés volt a részükről. De hogy ezek az ilyen iránytű, ezek a szélkakas váltások uh -huh. azért az életében, meg egyébként azt is olvastam, hogy az anyukájának volt egy olyan szokás is, hogy például ilyen Mondjuk a pénzt is úgy kezelt, hogy ilyen nagyon uh, hullámzóan, tehát hogy úgy csinált egyébként, hogy semmi nem számít, és rendezette az Ódrinak egy akkora születésnapi bulit, amiben nem tudom, egy család három hónapig jól lakott, viszont ajándéknak meg egy használt biciklit adott. Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen nagyon kettős uh, behatások érték, és az ugye eltűnt az apukája, meg nevelőnők, stb. Tehát, hogy már gyerekként a számára a világ az egy kiszámíthatatlan és nem megbízható helynek tűnt. És akkor még erre jött rá, ugye, a második világháború, amikor ő tíz éves volt, amikor kitört, és gyakorlatilag ugye se perc alatt uh, le is rohanták Hollandiát. És uh, csak hogy mondjuk, hogy pár olyan látványt felidézzek, amire, amit, amikről ő is beszélt, és hogy így azt mondta, hogy ezek a haláláig elkísérték az ezzel kapcsolatos um, Rémálmok. Például arról, amikor látott zsidókat deportálni, akiket vittek keresztül a, a városen. Egész családokat láttam, akiket gyermekeikkel, csöcsömőkkel bezsófoltak a marhavagonokba olyan vonatokra, amelyek nagy faszerelvényekből álltak, és csak egészen kis nyílás volt a tetejükön. Ott voltak ezek az arcok, melyek a deszkák mögül néztek ki. A peronokra a német katonák még több zsidő családot gyűjtöttek be nyomorúságos kis patyúikkal és gyermekeikkel. Majd elválasztották őket, kiabáltak, hogy a nők menjenek az egyik oldalra, a férfiak a másikra, aztán fogták a gyerekeket és egy másik vagomba terelték. Minden rémálom, ami azóta kínzott kapcsolatban volt ezekkel a jelenetekkel. Ezt itt is mondja, ugye? Vagy, vagy például a nagy éhínség kapcsán, mert ők azt Hollandia egy nagyon volt egy két-három év, amikor egy nagyon nagy éhínség pusztított végig az országon is a tízezer fölött haltak meg, azt hiszem ebben akkor, akkor például ezt mondja, a városban felépő élelmiszerhiány miatt a felelős náci parancsnok megparancsolta minden nem odatartozó civilnek, hogy távozzanak. Még ma is betegét ez, ha visszagondolok arra a látványra. A legteljesebb ember is szembe szembesültem. Menekültek, tömegei vonultak, némelyek magukkal vitték halottaikat, csecsemők születtek az útszélén, százak estek össze a kimerültségtől. És nem csak látott dolgokat, hanem történtek vele is elég uh, megrázó dolgok. Például volt egy alkalommal, hogy elkezdtek a németek nőket összegyűjteni. Elvileg azért, hogy ilyen tábori konyhákra vagy hápolónőnek vigyék őket, azon túl meg mert, mert tudjuk képzelni. Hogy még Mirésű ekkor már 15 éves volt, tehát ez már a háború vége felé volt, és egyszerűt is, amikor ment hazafelé, elkapták az utcán, és összeterelték egy csomó másik nővel. Borzasztó belőle, hogy milyen sorsútott volna neki akkor, ha nincsen elég illek jelenléte, mert azt csináltak a katonák, hogy összeterelték őket, nem tudom, egy kereszteződésbe, és akkor ott hagytak egy darab fegyveres őrt, a többiek meg elmentek további nőket keresni, és akkor ott, amíg a, az a katona rágyújtott egy cigarettára, ő így elrohant, kihasználta ezt az egy pillanatot, és egy pár utcára liberbult egy pincében. És hogy ott egy, tudom, ami volt nála, tudom, amit hozott haza iskolába, egy, nem tudom, egy pár deci almalé, meg egy darab kenyér, és akkor ő elkezdett ezen élni, hogy nem mert kimenni, ugye, hogy nem tudom, ott vannak-e még a katonák, mm. és ezt így beosztva, így tengődött ebben a patkányokkal teli pincében, és ugye amikor már elfogyott, és már így érezte, hogy végtelenül elgyengült, és, és hogy muszáj most már kimennie, mert... Nem bírja tovább, akkor valahogy haza keveredett, és kiderült, hogy egy hónapig volt ebben a pincében, ahol ugye teljesen elvesztette az időérzékét, uh -huh. és már az anyja is azt hitte, hogy meghalt. Ebből le is betegedett utána, és ugye még volt ugye ez a nagyon kemény éhínség is az országban, amikor se, ő, se ugye a nem tudtak rendesen és hogy egyébként ez az időszak volt az, ami úgy tönkretette lényegében az anyagcseréjét. Mert hát ugye járt balett, tolzni még mm. ezelőtt, meg már, meg még itt is, amíg meg el tudtak járni ott a helyi lányok az iskolába. Tehát, hogy ez a kemény testedzés is, tehát, hogy ő ennek a két uh, körülménynek köszönhette mondjuk ezt az szintén az ő, hát, ikonikusnak számító alakját, ami úgy hozzátartozott a mm. A, az ő stílusképéhez, de hogy ezért azért ennek elég szomorú története van, és ugye sokszor kérdezték, vagy hát így próbáltak rájönni, hogy volt -e esetleg valamilyen evés zavara, mert egyébként én anorexiás alkatnak tűnt, vagy hát ugye ránézésre azt is lehetett volna gondolni, hogy ezt ő is, meg egy hát később a gyerekei is uh, itt tagadták, de amúgy de, de biztos, hogy valami nagyon szoros összefüggés volt a lelki állapota és az evés között nála, hogy például egyszer volt, hogy egyedül töltött időt életében amikor Európából Amerikába hajózott a zsizsinek a felvétel vagy a próbáira, hogy elkezdjék a próbákat, és ott 18 napot töltött egy hajón és általában annyi édességet evett tehát ott vagy kiengedett belőle valami valamiféle vagy elkezdett szorongani attól, hogy egyedül volt de hogy például amikor megérkezett és ránézett a producer akkor lekövérezte. Most képzeld el. Tehát ő, amikor megérkezett, a, nem tudom, szerencsétlennek az egész testképzavar, az lehet, hogy egyébként onnan indult, hogy amikor először meglátott a színház, én az elküldte diétázni egy pár hétre, hogy majd utána kezdik a próbákat. És hogy egyébként ez így még mindig nem volt elég így a, a háborúból, tehát hogy Ugye olyanok is voltak, hogy például az egyik féltestvérét letartóztatták, mert az ellenállásnak dolgozott, a másik pedig eltűnt. Mind a ketten megkerültek végül, de hogy így a háború alatt nem tudták, hogy mi volt vele. Az egyik nagybátyát le is lőtték, mint ellenállót, mert hogy egyébként az egész család az hátat fordított a németeknek, és sőt, a föld alatti mozgalommal kezdett el dolgozni. Ugye el, el, is kobozták idővel mindenüket, tehát hogy ezt az egész nagy arisztokrata vagyont, ami volt, azt ők elvesztették ami viszont hátra lévő életébe egy nagyon megfontolt gazdálkodásra fogja. Tehát, hogy anyai problémái azért sem voltak sosem, mert ő mindig tudott félretenni a keresetéből, tehát ez szintén nem ért el utol a mondjuk ez a sorsa, hogy így mondjuk elherdálja mindenit, meg egyébként a báron nő, az anyukája az vissza is kapott pár a háború végén, ezt még ugye nagyon sokáig nem tudják eladni, vagy nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ugye azért itt sokat nélkülöztek is. És ugye ez a város, ahol éltek, ez nagyon közel volt a német határhoz. Úgyhogy amikor jöttek már a szövetségesek és visszafoglalták, akkor ott nagyon véres harcok dúltak, amit itt szintén közvetlen közelről kellett végignézni. Készült is egy film erről a városról, a híd túl messze van és hogy például abban a szerepet nem is bírta el, felkérték rá, de hogy mondta, hogy ez neki egy annyira élénk emlék, hogy ezt ő nem, nem tudja eljátszani, hogy ez neki egy annyira fájdalmas felidézés lenne múltnak. Egyébként pont ezért utasította vissza az Anne Frank naplóját mm. is, amiben szintén felkérték, hogy szerepeljen. És akkor, hogy ez még mindig ne legyen elég, le is bombázták a házukat, és rokonoknál találtak menedéket, ahol viszont kis ilyen az angolok lőtték le őket, mert hogy a németek meg ott hagytak egy eladót náluk a padláson. És így alig tudta Ódri az utolsó pillanatban angolul kimagyarázni, hogy nem, nem ez valami tévedés, és ez nem az ő eszközük. És amit meg szintén szerintem senki nem tud, hogy nem csak egyébként az anyja volt tagja az ellenállásnak, de hogy az anyja egyébként bújtatott angol deszantosokat is, hajtóernyősöket is, akiket akik mondjuk megsérültek, nem is tudom, hogy hány katonát bújtattak ott a különböző szekrényekbe, akkor is, amikor jött a Gestapo átkutatni a házat. De hogy ott is bevonták az ellenállásba, és hogy akkoriban ott, szokás volt, hogy gyerekeket, ilyen vagy kamasz, kis gyerekeket így felhasználni ilyen kém tevékenységekre, mert mondjuk viszonylag szabadabban jöhettek a városba, és volt, hogy is az okniába, meg a facipőjébe rejtve hozott vitt üzeneteket arról, hogy most éppen hol állam, németek, vagy hol lehet, nem tudom, valamilyen akciót végrehajtani, és ő ezt ő tudta egyébként, tehát hogy őt mire kérik fel, és hogy egy pillanatig nem félt. Tehát, hogy ő ezt ilyen küldetésnek és, és így a dolgának fogta fel, de hogy azért ez így... És egyébként, amikor megállított ez a katona, amit meséltem, akkor is már éppen leadta ezt az üzenetet, és nem volt nála semmi, de hát, hogy azért ez elképesztő bátorság kellett. Hát igen és ami még egyébként nagyon meghatározó emléke volt, hogy amikor visszafoglalták végül Hollandiát, és megérkezett az UNICEF, és hogy először kapott, nem tudom hány év után rendes ételt, és ettől is egyébként beteg lett egyből, de hogy, mint ahogy akkor egyébként sokan, de hogy mondjuk az UNICEF-fel való későbbi együttműködésére is mondja, mondja azt sok ismerős, hogy valahol meg akart ezt hálálni, hogy akkor jöttek és, és, és segítettek rajta. Meg hát így az egész életszemléletét nyilván egy ilyen esemény az meg, a megváltoztatta erről, például így, így nyilatkozott. A háború az emberi szenvedések alapos megismerését hagyta rám örökül, és remélem, hogy sok fiatal ezt soha nem fogja megismerni. A megszállás alatt tapasztaltak nagyon realistává tettek az élettel szemben, és azóta is az maradtam. Semmit se kérdőlezek meg azzal kapcsolatban, amit a nácikról lehet hallani vagy olvasni. Rosszabb volt, mint bármi, amit el tudtunk képzelni. Ugye ezt még szerintem itt a Nürnbergi perek kapcsán Mondta, úgy kerültem ki a háborúból, hogy hálás voltam, amiért élek, és rájöttem, hogy az életben az emberi kapcsolatok a legfontosabbak, sokkal inkább, mint a gazdagság, az élelem, a luxus, a karrier, vagy bármi más, amit említeni szoktak. És május 4-en, a Hollandiában a hivatalos gyásznap azoknak, uh -huh. akik ugye a háborúban ha el, és az a születésnapjának a dátuma. Milyen uh -huh. durva nem? Aha. Ez, mert egyébként ezen gondolkoztam, hogy hogy nem, valahogy így nem köszön vissza az életében az, hogy neki milyen Igen. gyerekkora volt, szóval, hogy egyébként hogyha csak nem kérdezték dedikáltan a háborúról, akkor sose volt az, hogy jaj, azért mert én ilyen körülmények között nőttem föl, szóval, hogy ez, ez, ez te, te, teljesen, mint két, így elvágták volna ott az uh -huh. életét, és egy teljesen másfál nő volt egyszerűen a szemeiből nem látszódik ez, hogy mi van mögöttem. Nem, ő egyébként ö, ö, egy nagyon örömteli ember volt. Igen. Tehát, hogy megtudta. É, tehát, hogy azért kettős, mert tehát, hogy a, az örömteli dolgokat nagyon jól meg tudta élni, ami azért nagyon-nagyon fontos, viszont volt, vagy mindenki ezt mondja, hogy nem depresszív hajlam, de hogy egy ilyen melankóriára való hajlama, amelyik így egy Kicsit ez a csigaházba húzódott, még mindenkinek van szükség időnként arra, hogy egyedül legyen. De hogy. hogy… Persze, biztos, meg egyébként ez a cigarettázás is szóval, hogy, hogy tényleg nagyon mást mutatott magából, meg más láttunk róla, szerintem, mint ami azért benne munkálkodott, uh -huh. és teljesen Igen. jogosan munkálkodott. Igen. És uh, egyébként még az anyukájának a, azért a, a, erről a talpra esettségéből, Erről uh, még annyit még egyébként uh, meg kell mondani, hogy ő, még ha egyébként nem is volt ott mondjuk Odilek a korai éveibe, nagyon erősen jelen volt viszont utána, tehát a háború után, tehát hogy ő ott egy olyan megtartó erő lett a lánya számára, hogy ez elképesztett, hogy ő a bárónő, Féldául fogta magát, és elment szakácsnőnek, vagy uh -huh. háztartást vezetni, gazdagabb családok, vagy akik jobban átvészelték a háborút, vagy takarítónőnek, de még virágárus is volt, mint Eliza Duitla a ben És például utána azért költöztek el Amsterdamba, majd később Londonba, hogy Audrey tudjon táncolni, mert hogy nyert felvételt két ilyen nagyon neves balett intézetbe is, és hogy ugye eddig az anyukája támogatta őt, és ö, egyébként ez a balerina karrier, ez mondjuk részben azon csúszott el, hogy nagyon magas volt, 174 centi, tehát hogy magasabb volt, mint ami akkor ott ebben ideális volt, és hogy ugye ő nem tudott megfelelően gyakorolni a háború évélet, mm -hmm. ugye voltak abban az intézetben, akik már egészen pici gyerekkoruktól kezdve ugye balettoztak, viszont ez nagyon szép volt az oktatóitól, hogy ezt nem mondták meg neki hanem így hagyták, hogy gyakoroljon, és hogy rájön jön erre magától, és egyébként 19 évesen ő így be is látta, hogy ő nem lesz sose nagy a legfeljebb rengeteg gyakorlással egy középszerű. Viszont ugye ekkor már így megmutatkozott, hogy az anyagi biztonságra nagyon vágyott, ugye, ugye egészen hátralévő életében, és akkor ezért elkezdett pénzt keresni, és ezért elment hogy modellkedni, meg statisztálni, meg elkezdett ugye kisebb szerepeket kapni, és akkor ugye itt jött el az a... Momentum, hogy levitték dél Franciaországba egy Monte Carlo Baby című filmnek a forgatására, ahol egy Colette nevű, akkor már idősödő írónő, aki egy nagyon nagy sztár volt egyébként akkori, az akkori irodalmi életben, akinek a Zsizsi című regényért már ott évek óta ment a küzdelem, hogy tudjanak belőle csinálni egy musical -t és éppen vadázták egyébként a főszereplőt, és ez a Colette nevű írón abban a szállodában volt, ahol éppen forgatták, és ő kiszúrta Ódrit, amikor ezt a pár mondatát forgatták, és akkor ő így mondta, hogy na jó, ő megtalálta, és hogy ő ezt a lányt akar, és akkor ő így az Ódri, hogy de hát én nem, 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 nem tudom, és nem baj, menni fog. Tehát, hogy, hogy ő így került bele, és ezzel párhuzamosan történt, hogy a római vakációhoz már leszerződtették Gregory Peket és a szerző, rendező William Wyler azt mondta, hogy neki elég egy Főszereplő, nem is tudom most azért, hogy ne költségvetésileg, vagy uh -huh. hogy hogy ne homályosítsák Gregory Pekket. Vagy ugye emellé nem kell egy karakteres színésznő, és ugye valami ismeretlen lányt akar, akiről le lehet jól adni, hogy arisztokrata, és egyébként valamelyik ismerőse látta őt egy castingon, Odrit, ahol pont egyébként egy balerinát kellett alakítania, hogy hogy nézzék meg őt. És akkor felvettek vele egy pár próbafelvételt, és azt volt is valami, hogy direkt azt mondták neki, hogy már vége a próbafelvételnek, és porgott tovább a kamerában, mert meg akarták nézni, hogy egyébként milyen gesztusai vannak, és hogy ez annyira elbűvölte azt, ami mondjuk utána volt, mert hogy nem volt rossz a próbafelvételse, de hogy utána én nem tudom, hogy mosolyogott meg, így kérdezte a többiektől, hogy milyen volt, hogy ez így annyira megtetszett a a, a producereknek, hogy így egyből le is szerződtették. Tehát, hogy azt hiszem, és ugye ekkor volt mondjuk 23 éves, hogy akkor egyből ugye akkor Broadway musical főszerep, és akkor utána el is kezdték forgatni a római vakációt, és egyébként ez is érdekes, hogy ez is így mennyire, és ez az, amit én sose tudok megfogni, hogy miért van az, hogy valaki, hívjuk túlélőkének, tehát hogy van, aki egy ilyen túlélőkével születik, hogy például... Merili monróhoz képest ő mennyivel jobb feltételeket tudott. Ugye róla beszéltük annak idején, hogy ugye nagyon, nagyon rútul kezelték a producerek is, meg kihasználták, és hogy sokkal kevesebb pénzt kapott sokáig, mint ami megélette volna, hogy ő kialkudott magának Ódri, hogy egy olyan jó szerződés, hogy például, hogy ő nem csak Filme, tehát, hogy ő nem hagyta, hogy a Paramount kisejtítsük filmekre, hanem megmondta, hogy ő tévézni is akar, meg színházba is járni. Hogy nem volt hajlandó a nevét megváltoztatni, mert ugye Catherine Hepburn akkor már egy befutott színésznő volt, hogy meg hogy pénzügyileg is egy nagyon jó díl és ő mondta, hogy ha kellek, akkor ezekkel kellek, és pont. És hogy mondták, hogy jó. Maga ez a Zsizsi című Broadway darab, nem lett egy ilyen siker, de azért sikeres volt, illetve hát azért így elismerő kritikákat is kapott, hogy milyen üdel, meg természetes, és hogy kellemes jelenség a színpadon. Hát ugye a római vakáció meg hatalmas siker lett, és ugye Oscar is kapott érte. Kis érdekesség, hogy hogy hozzájárult egyébként a sikeréhez a filmnek, tehát ugye ez arról szól, hogy egy hercegnő beleszeret egy egyszerű hétköznapi férfiba, körül, ugye nem tudja, hogy újságíró, és amikor Rómában van egy diplomáció után, akkor megszökik a palotából, már egy kicsit természet, egy hétköznapi életet akar élni, és akkor ugye elmegy fagyízni, meg, meg bulizni, meg levágatja a haját, és uh, nem csak annak, aki nem látta volna a filmet, de hogy a végén visszamegy a palotába, hiába lesz szerelmes a férfiban, mert hogy első a kötelesség, és ha valaki látta a koronát, akkor annak uh, ismerősebb lesz ez a történet, hogy Erzsébet királynő testvére, Margaret Hercegnőnek volt egy románca, egy um, egy, egy, egy um, hát pilótaként szolgált hivatosan, de egy udvari beosztása volt egy ezredes nevű férfival. És hogy ott volt az, hogy ha megy, akkor le kellett volna mondani minden rangjárósat. Tehát, hogy ott nyilván volt kommunikálva, hogy ott a hercegnő a kötelezettséget választotta a szerelem helyett, és hogy akkor ez egy ilyen pont akkoriban zajló dráma volt, úgyhogy ez egy nagyon... Több szempontból tudtak azonosulni ott a nézők. Viszont ugye a római vakációval együtt ő így megkapta egyébként ezt a szerepskatuját nagyon hosszú időre, ezt a naív, ártatlan, törékeny, hercegnő típust, vagy mondjuk legalábbis ezt a szexualitás nélkül kicsit ilyen androgyn szerepet, amit mondjuk az apáca történetében játszott, és uh, amiben egyébként a állítólag a legjobbat alakított, vagy legalábbis a, a, a szakmombaileg szerint, és hogy egyébként ez tény, hogy ő egy típus színész volt, tehát hogy uh, amivel egyébként meg nyilván nincsen semmi baj, de hogy ő ezekben a szerepekben alakít, tehát érte el egyébként a legnagyobb sikereteket ebben a kicsit uh, naív, törékeny, hercegnő típusban, amiből mondjuk még az álom luxus kivitelben az kilóg, de szerintem egyébként meg nem, mert egyébként, tehát hogy, tehát hogy ott meg elvileg egy ilyen, nem is tudom, fél eszkortot játszik, ugye de amúgy meg teljesen benne van ez a törékeny vonal, meg, meg ez a még aznél a filmnél még rátérünk, hogy szerintem miért volt jó választás erre, de hogy voltak olyan filmjei egyébként, amiben ebből egy kicsit kitört, nem azért, mert ő annyira szenvedett volna mondjuk ebben, mint a Butuska szőke szerepében, de hát hogy nyilván ő is szeretett volna mást játszani, és hogy van mondjuk a ketten az úton, amiben már egy ilyen középkorú feleséget játszik meg, amiben egy házasságnak így a válságos éveiről szól, vagy a végzetes rágalom, amiben Shirley MacLaine-nel játszanak tanárnőket, vagy nem is, nem is bentlakásos iskola tulajdonosait, akiket hírbe hoznak, hogy leszbikusok, és ezért tönkre megy az iskola, és hogy egyébként ezek sikeres filmek voltak, de nem robbantak akkorát, és nyilván nagyon jól játszott bennük, de hogy ugye annyira ebből a szerepskatójából nem sikerült kitörni, amiben egyébként mondjuk az is benne van, hogy ő tudott volna, tehát ő nem ebben a milyen módszer, Stanislav módszernek hívják, most nem akarok butaságot mondani, amiben Merilint is vitték, hogy a saját érzéseiből merítsen, vagy hogy, hogy transformálját a saját emlékeit, mondjuk egy, -egy drámai szerep megformás, ami egyébként Merilinnek nem is tett jót. Tehát, hogy az, hogy ő a traumatizált gyerekkorából inspirálódjon a szerepeihez, ez nem nem volt jó, úgyhogy lehet, hogy Audrey nagyon jól döntött, amikor azt mondta, hogy ő nem megy bele olyan szerepekben, amiben ő annyira meg tudja élni a saját mm -hmm saját történését, viszont ugye ennek az is lett azok, hogy ő nem tudott utána ki mozdulni annyira ebből a szerep kategóriából, és ez a My Fair Lady nél ez annyira visszajön, attól olvastam, hogy a forgatásnál ugye az első film első részében, ahol ő még egy ilyen kis koszlatvirágárust játszik, hogy ő mennyire diszkomfortos volt a ruhájuk, hogy koszos lett a bőre, a haja nem volt tápolt, hogy neki ilyen rongyokba kellett járni, és nem érezte jól magát, mm. és hogy a játéka is mesterkért volt, tehát hogy ez volt egy a legrosszabb szerepe, amit ott az első ugye, jelentek során nyújtott, és hogy ahogy bekerül ugye Higgins házába, és visszakapja a hercegnő ruháit, hogy onnantól meg ugye teljesen megváltozik a játéka, és hogy áll, egyébként állítólag, amikor bemutatták az angol királynőnek, mert már később, egy audiencián is ott állt mellette az királyné, és ahogy így Audrey Arément, az anyakirályn oda a lányának, hogy, hogy, hogy she's one of us, hogy egy közülünk, uh -huh. hogy közülünk való. Tehát, hogy ő egy arisztokrata volt, és ezt nem tudta levetkőzni egyébként, annyira a vászonon se nem is kellett egyébként, mert ugye egy is nagyon jó színésznő, és sikeres tudott lenni. De hogy ugye ez az egyik ilyen szerepskatójára az arisztokrata, vagy legalábbis nekem a másik meg ez a romantikus hercegnő típus. Uh -huh. És hát neki ő egyébként végtelenül romantikus tikus lélek volt. Tehát ő felnőttként is mondta, hogy neki a hamupipőke a kedvenc története, meg a hasonló történetek, és hogy ő hitt az ilyen Walt Disney-féle happy endekben, és nagy egymásra tündérmeségben, meg hitt abban, hogy mondjuk férfinők között léteznek ilyen szerű kapcsolatok, és egyébként a házasságaihoz is ragaszkodott, ezért ragaszkodott gyakran a végsőkig, mert ha ők boldogan akarnak lenni, még meg nem halnak, és idealizálta a férfiakat, mint hogyha hercegek lennének egy mesekönyvből, még akkor is, amikor már egyébként nyilvánvaló volt, hogy itt nem működnek a dolgok, és hát egyébként nyilván nem akart, hogy ugyanúgy csonka családban fel a gyerekei, mint ő. De azért ez a hozzáállás, ez nagyon jól megmutatkozik a magánéletében, tehát hogy így, mintha így mindig hercegeket várt volna, és azért gyakran kapott helyette békákat. Mert hogy egyébként ugye rátérjünk mondjuk a magánéletére, ugye az első férje Mell Ferrer volt, ugye majd mondtuk, hogy színész és producer, és hát mondták róla, hogy ő egyébként hajlamos olyan férfiakból beleszeretni, akik nem tudják azt megadni, ami annyira vágyik. Tehát, hogy egyébként a házasság előtt beleszeretett egy William Holden nevű színészbe, aki egyébként elköttette magát, ő meg ugye arról álmodozott, hogy milyen szép családjuk lesz, és amikor nyilván kiderült, hogy nem lehet, akkor tovább léped, de hogy ez is mutat egy ilyen vonzódást, így a lehetetlen ö, kapcsolatok, vagy nem kompatibilis kapcsolatok felé. És ö, ez a Melferrel való, Berrel való házasság, ahogy arra utaltunk, ugye 14 évig tart, de azért ennek a nagy része alatt hozdöttek gondokkal, és egyébként azért is ment végül félre, mert hogy egész egyszerűen, mert Odri sikeresebb volt ebben a műfajban, mint a férje, és hogy ahogy mondtuk, így hajlamos volt, hogy színészleg így alá dolgozni a férjének, és hát mondjuk a, a nem tudom, egy Ondin nevű Broadway darabot, amit a férje neki írt, és azért játszott el. Egyébként Tony Díjat kapott, érted, ez még sikeres volt, ezzel nem volt probléma, de mondjuk a, a háború is béken a sejét, azt a legnehezebb szerepének titulát, és ezt azért vállalt el, mert a férje játszotta Andrejt, és hogy így, ugye hát, ha húz a filmen is, meg rajta is, meg, meg hogy legalább együtt legyenek, mert egy csomószor úgy volt, csak el... Tehát a Fanny Face például azért foglalta, fogadta el, mert hogy ezt Párizsban forgatták, és hogy a férje is Párizsban forgatott éppen, tehát hogy... Együtt legyenek. Igen. Igen, igen, igen. És hát emellett egyébként ő így gyakran tagadta, de hát mondjuk ez is azért elárulja azt, hogy kellett tagadnia, hogy ő rajta mondjuk így uralkodna, vagy irányítaná őt a férje, de azt több ismerőse is mondja, hogy azért így eléggé ilyen nagyon erős befolyása volt a feleségére, van, aki ezt úgy fogalmazik, hogy, fogalmaz, egy elnyomta, de hogy ilyen birtokló, uralkodó jellem volt, tehát hogy így megszabta, hogy mikor menjen lefeküdni, kivel mikor találkozzon, meg tehát hogy így a tárgyalásokat is így ő néha így folytatta helyette, de hogy az egyébként biztos, hogy egy Ódri az olyan típus volt, akire vigyázni kell, tehát, hogy mondjuk egyébként nekem úgy tűnik, hogy ő ismerte jól a saját határait, tehát, amit így mondtunk, hogy nem nem ismerte a saját, tehát ez is egy jó kérdés, tehát, hogy aki mondjuk vesebb betegségig hagyja magát, meg Igen. meg lezuhanalóról, de visszaül, hogy ne kelljen kaszkadőrt alkalmazni, tehát, hogy így ismeri a határait, ez túlzás. Tehát, hogy tudta, hogy mikor kell fegyelmezni magát, de hogy mikor nem tud, tehát hogy nem tud magára vigyázni az tény. Tehát, hogy biztos, hogy kellett mellé egy olyan férfi, aki mondjuk így tényleg azt mondja, hogy drágám, feküdj le, mert holnap fáradt leszel, és nem leszel jól. De hogyha ez mondjuk ugye odáig fajul, hogy valakivel mondjuk azt érezteti, hogy ő nem is tud magára vigyázni, tehát hogy nem kompetens <síns> abban, hogy, hogy felismeri a saját igényeit és határait, akkor ez tovább tudja mondjuk lehetetleníteni az embert, vagy tehát egy kicsit így a mondjuk így az önértékelését is mondani, de hát ugye ez amit így nem tudhatunk, meg nem éltünk benne, hmm. meg meg így ilyen mennyi időtávlatában lesz így nehéz be meghatározni, de azért, ami nekem azért gyanús, hogy ez mondjuk tőle nem természetes jött feltétlenül ez az aládolgozás, meg nem is annyira meg talán nem is lett volna szüksége, hogy annyira irányítsák, amit a, így a félelemről mondott, mert uh, nyilatkozott egyszer egy olyat, hogy ő mennyire félt attól, hogy őt valamikor majd elhagyják, és azért a nők akkor csinálnak ilyet, ha attól félnek, hogyha elhagyják, hogy akkor hajlamosak ennyire arra ellendő, és ennyire maguk elé uh, helyezni valaki másnak az érdekeit, hogyha, hogy attól félnek, hogy egyedül maradnak, és ő, ő mondott is egy ilyet, hogy uh, így a félelmével kapcsolatban. Abból a tényből ered, hogy apám elhagyott minket. Minden személyes kapcsolatomat befolyásolta az elhagyatottság érzése, amelytől soha nem szabadultam meg. Amikor szerelmes lettem és férjhez mentem, állandóan abban a félelemben éltem, hogy el fognak hagyni. Minél inkább ragaszkodik valamihez az ember, annál inkább fél az elvesztésétől. Tehát, hogy azért látszik, hogy önreflektív ember volt. Azért ez mindenképpen mindenképpen jó és hasznos egy nőnél, főleg, de hogy, hogy nekem ez, ez ad egy kicsit ilyen gyanús színezetet azért ennek a házasságnak, meg még majd a, azért a másodikban is volt lesznek furcsa dolgok, azért ez a félelem nem feltétlenül tett jót az ön érdekérvényesítésének. Viszont az mindenképpen nagy boldogság volt a számára, hogy ebből a házasságból született ugye az első fia, Shane, vagy hát Sean, Sean nem is tudom, mert ugye tehát, az ír megfelelőit adták egyébként uh -huh. egy, egy egy angol névnek, tehát hogy inkább akkor szóltam, Sean. Tehát ugye ez volt meg számára a legnagyobb boldogság, mert majd ugye ezt is inkább az anyaságával kapcsolatban kifejtjük, de hogy összesen négyszer vetélt el. Uh -huh. És ugye a második az nagyon megrázta, mert akkor már hat hónapos terhes volt, ugye ez volt, az, hogy ő elment még terhesen forgatni, és leesett arról a lóról Mexikóban amikor a bordája tört, meg egy ma is lett, de egyébként a babára azt mondták, hogy jó van, de hogy hat hónapos korában mégis elvesztett, és hogy ezt így nagyon összekötötte, tehát a két mm. élményt, hogy esetleg ez volt az oka, és egyébként ilyet is olvastam, most már nem tudom, hogy ez az első vagy a második vetélés után volt, de hogy például a férje akkor munkaterápiát javasolt neki, amikor az ő filméről volt szó, hogy abban kell játszani, ahogy menjen dolgozni, és akkor inkább ott dolgozza fel egy gyászt, Szóval nekem egy kicsit ez is furcsa volt. És hát ugye innentől ő egyre kevesebbet kezd Gatni, tehát ugye innentől már elkezdődik, hogy ő szeretne a családjával lenni. Készült egyébként az anyaságra, igen. Igen, egyébként, meg még azt is azért el kell mondani, hogy még, még visszatérve így kicsit a magánéletében, hogy, hogy például, amikor őnek jött a zsizsi meg a római vakáció, neki már volt egy férfi az életében, az egy, egy ilyen milliómos palánta volt, ha jól emlékszem, Amerikában, és hogy ott például még visszautasította a házasságot, illetve eljegyezték egymást, de felbontották, mert hogy ő pont most ezt még élvezni akarja. Tehát uh -huh. hogy azért ott is látszik, hogy ott, ott tudott mérlegelni. Uh -huh. Tehát ott, ott is látszik, hogy mennyire megvoltak a preferenciái, hogy ott még élvezte a, a filmezés, meg hogy éppen bele ebbe a világba. Tehát, hogy azért ez a, itt is azért jó látszik, hogy ő a saját döntéseit hozta meg egyébként, amikor ezeket a döntéseket meghozta. De azért ez a visszavonulás itt még nem volt annyira jelentős, mert a két egyik legnagyobb sikerét, ugye az állomluxus kivitelben, meg a mai felé még ezután forgatták. Két filmnek egyébként érdekesség, hogy mind a kettőt eredendően másnak szánták, tehát hogy Truman Capote, akinek a regényéből készült ugye a álomluxus kivitelben, ő Marilyn Monroe-nak ezt a szerepet, mert hát ugye ez a New Yorkba felkerült, de egy déli texasi államból származó fiatal lánynak a szerepe, azért ugye ez jobban illett volna Marilynre, tehát az ő mm -hmm. habitusára tehát, tehát Marilynre, hogy mondják ezt, tehát hogy ő ez a, a Marilyn azért az egy mindenki számára fogyasztható szépség volt, abban az értelemben, hogy egyébként Audrey is mindenkinek elnyerte a tetszését a külsével, de azért ő mégis egy ilyen szofisztikált, különleges szépség volt, tehát róla nehéz elképzelni, hogy egy Texasból származó lány, akinek az eredetleg az a egy Lula még. És ugye Mary linnek is így a gyerekkori történésével egy jobb analógiát képzett volna ez a történet, hogy őt itt tizen, négy évesen valaki oda veszi maga mellé anyaként gyerekekhez, hogy gondoskodjon róluk, amíg előlő megszökik, hogy, hogy a saját életét élje. Viszont ez a annyira viszont, nekem, én nagyon szeretem ezt a filmet, és nekem az a leg, ami eszembe jut egyébként a, a, a figurájáról, hogy ő egyszerűen fél a kötődéstől, és ő ezért nem kötődik senki ez, mert ha kötődik valaki, ez akkor el fogják hagyni, és ez mm. meg annyira, viszont szóval szóval ez meg annyira odri. Tehát, hogy ide meg annyira át tudta vinni, meg, ez a, meg az, az ebből eredő, eredő törékenységét is vitte. Tehát, hogy, hogy, mert így, ugye mondták akkor, mennyi, lehet, hogy jobb lett volna Marilyn, vagy nem, de mondjuk meg ő meg elválaszthatatlan ettől a szereptől, tehát, hogy biztos, hogy jó választás volt, de hogy hogy lehet, hogy ezt az ilyen kicsit ilyen könnyebben emészthető szépség az jobban illett volna a szerephez, de ezt a törékenységet meg ő így, tehát annyira jól vitte be, hogy szerintem nagyon jó választás volt. Hát a My Fair Lady vel pedig ugye az volt a helyzet, hogy ugye ez eredendően egy musical, és a musicalben évek óta játszotta ezt a szerepet Julie Andrews. Tehát mindenki azt várta volna, hogy neki adják majd ugye a filmben is, és hogy ezt egy kicsit olyan méltatlannak találták, és ezért sokkal kritikusabban is mm. figyelték az Audreyt. de hát uh, ugye azért ezekből is, tehát a, ez is annyira beleégett az ember retinájába, őbe, ugye a hatalmas férkalabba, meg a ruhába, hogy, hogy azért ezt is nagyon jól megugrotta, és egy jó választás, hol? jó választás volt. De viszont ezek a sikerek az nem betették ugye a kaput az első házasságának. Ezt már nem bírta a Ferrer. Nem és hát már egyébként itt, már ez már a legelejétől megmutatkozik egyébként, hogy egyik rossz, vagy diszfunkcionális kapcsolatból egy másik hozza ki, tehát hogy nála nem voltak szünetek, hanem mindig egy másik férfi volt az, aki megadta az utolsó lökést, és már itt a utolsó időkben már, amikor már egyébként azért a vállás már terítékre került, ismerkedett meg uh, Andrea Dottival egy olasz pszichiáter volt, aki egyébként 15 éve volt fiatalabb úrnál, 15 vagy 13, de sok, mm -hmm. azt 15 inkább, igen. És um, azért itt is látszik, hogy egy mennyire ilyen tökéletesen inkompatibilis társat választott. Tehát, hogy, és egyébként ez is egy olyan furcsa női dolog, hogy egyébként hajlamosak vagyunk olyan férfiakat választani, akik egyszerűen semmilyen szinten nem passzolnak az az élethez, amit élni akarunk, a tervekhez, amiket akarunk. Tehát, hogy ez olyan olyan tipikus női sors azért, hogy így abban reménykedünk, hogy majd hozzáidomolunk, vagy ő változik meg, tehát hogy, uh, hogy uh, ez is így megmutatkozik, mert ez a dotti, ez nagyvilági volt, partikra szeretett járni, és hát ő Audrey Hepburn, neki egy bálvány volt, és neki ez egy elképesztő dolog volt, hogy ő feleségül vehette ezt a sztárt, de hát ő egy sztárt akart feleségül venni. Audrey meg ugye mindennél jobban már jött egy ilyen visszahúzódó uh -huh. családanya szerepre. Armellett meg ugye ez a Dotti szeretett csajozni. Tehát, hogy így nem szeretem az előítéleteket, meg a kriséket, mondjuk, ami a olasz férfiaknak a mentalitásáról szól, de hát, hogy tehát hogy megtestesítette ezt a sztereotípiát, vagy hogy, hogy mondjam. És ö, egyébként ez nagyon furcsa volt nekem, hogy így ö, ő például utólag bevallotta, hogy a részben ugye azért, mert hogy fiatalabb volt, ő belement egy ilyen nyitott kapcsolatba. De hát ez meg nagyon messze van attól az érzelmi biztonsággal biztonságtól és tündérmesétől, amire ő elvileg vágyott. És hogy egyébként, hogy ő egészen addig, tehát hogy az első férje már felerült zsizsiként ismerte meg, és hogy ő mondig mondta, hogy neki vagy olyan, mint francia arisztokrata és hát ennek megfelelően is viselkedett, öltözött, itt meg átment egy olasz családanyába, tehát hogy úgy, úgy betegozódott ebbe az alasz famíliába, hogy imádta egyébként a tésztákat mindig is, és ott elkezdett ugye egész nap. Tésztákat gyúrt, főzött, ö, elkezdte hanyagolni zsivansit egyébként, és akkor már pár korábban elkezdte öltöztetni, és hogy itt nekem már itt már azért így felvetődik bennem, hogy így, meg, meg egyébként hogy ugye csinálta azt, mint az ottani gazdag olasz feleségek, hogy megvolt ez a strand, ahová így leköltöztek ilyenkor a asszonyok a gyerekekkel, a férjék meg bejártak dolgozni, megcsajozni, meg bulizni. Uh -huh. És ő ezt csinálta velük. És akkor ez volt ez a pont, amikor én nekem eszembe jutott az Oltári Nő című film, ugye uh -huh. <laughs> Julia roberts el aminek ugye van ez a híres beszélgetés, amikor így a nő vala feltűnik, hogy a Richard Gere-nek a kinte a riportot csinál erről a nőről, aki állandóan elszlalda az oltártól, hogy így mindegyik férfi szerint más, máshogy szereti a tojást, és akkor így mindig éppen úgy ette a tojást, hogy ez az adott férfi, és nekem egy kicsit ez jutott erről eszembe erről a házasságról. Viszont ugye itt megszületett már a második fia, Luka, ugye egy viszonylag nagy korkülönbséggel az első után. Tíz év volt a két Tíz év, igen. Között. És hát ugye innentől pedig már végképp itt vonult teljesen vissza, szem, szem. Uh, Teljesen, illetve még játsz, de nyolc évet hagyott ki, ugye, amíg, amikor ugye megszületett a fia, és utána még visszatért szerepekbe, volt például ez a Robin és Marian uh -huh. amikor egy ilyen Robin, tehát egy spin-off hu hogy mi volt velük húsz évvel később, és például egyébként ezt azért választott, hogy ez a gyerekeinek majd biztos, hogy fog tetszeni. És ugye voltak még ezután filmje ideje nagy sikereket, viszont innentől már így nem ért el, és így... De egyébként érdekesebb a... Innentől van úgy vissza. Igen, ebbe a Roger Moore dokumentumfilmbe volt szintén tőle egy olyan nyilatkozat, hogy, hogy már így utólag, idősebb korában azt mondta, hogy nem biztos, hogy ha visszamenne, akkor mondjuk ennyi időt kihagyna a színészettel, uh -huh. de hogy azt nem... Tehát, hogy hogy, hogy hogy az, hogy anyuka lett, azt egyáltalán nem bánta meg, de mondjuk lehet, hogy nem hagyott volna ki ennyi időt, és például nekem ez is szimpatikus volt, hogy, hogy így azt tudtam mondani, hogy tudta ezt lehet, lehet, hogy máshogy csináltam volna. Igen, hát meg ugye nagyon megszokták egy szerepben a nézők, meg változott a technika is, azért közben elég sokat, ugye ez egy elég dinamikus időszak a, a mozi készítésnek, de hát ugye így szépen lassan, végleg ugye felhagyott a filmezéssel, és hogy ez a házassága is felbomlik, és akkor ebben megint majd ugye valaki más. Ott egy rövid affér keveredik azt hiszem először, és utána találkozik Robert walders Az, az szerelmi élete élet Élete legnagyobb szerelmével, és ugye és ez nem meglepő, hogy ez egy, nem egy hamupipőke sztori, tehát itt nem egy ilyen első szerelem, vagy szerelem első látásra, hanem ők először barátok lesznek, és onnan szeretnek egymást, és azt hiszem összesen házasodnak, uh -huh. de hogy élete utolsó jó néhány évét ugye vele éli le, és hogy tőle tökéletesen megkapja azt, amire vágyott, szóval ez egy olyan, nekem annyira örültem, hogy az így be, megkapta ezt mm. a kézenfogva, járunk a piacra, mindig együtt nézzük este a filmeket, és hogy végre ez a férfi ez ugyanazt akarta, mint ő. Tehát ez a férfi egyébként elsősorban úgy akarta szeretni, és neki erre volt szüksége. Mm. És hogy ez így az olyan szép, hogy ezt meg, megkapta, és hát ugye beszélni kell arról is, hogy az utolsó éveiben talált egymás az UNICEF-fel is úgy igazán és hogy akkor egy ilyen hatalmas erővel vetette magát bele abba a munkába, hogy ugye felhasználni azt, hogy ugye hova megy oda követi a sajt, hogy ilyen nagyon nagy elhivatottsággal hívta fel a figyelmet az afrikai gyerekeknek a helyzetére, és hogy ő amilyen törékeny meg érzékeny lelke volt, hogy egyetben nem kímélte magát, tehát hogy ő ment, és így ölelte ezeket a gyerekeket, velük volt, és így mondták, hogy ugye ez is a Samaradzser múros film volt, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy ki ez a néni, de hogy annyi jóság, megszeretet érkezett fel, hogy nekik ez tényleg nagyon nagy, nagyon nagy segítség volt, és hát ugye egy ilyen úton fedezte fel aztán végül a betegségét is, és hogy egyébként a halála is nagyon szép volt, mert hogy a kórházból, Amerikából még visszavittette magát Svájcba, az otthonába, és ott még együtt töltötték a karácsonyt, amire azt mondta, hogy ez a legszebb karácsonya volt, és hogy egyébként, amikor meghalt, akkor ott volt körülötte az első férje, a második férje, mind a két gyereke, meg a férje is. Tehát, hogy így mindenki ott volt körülötte, aki... Tehát úgy halt meg, hogy ahogy ő arra Mondjuk azt mondta volna, hogy ilyen véget szeretne. Hát a családja körében. És ez nagyon fontos volt. És nagyon érdekes, képzeld el, hogy megnéztem, hogy az unokái közül kettő lánya is fölvette a Hebbőr nevet. Énleg? Igen, Jaj. és az egyik festőművész. És valahogy én megnéztem az Insta profilját, és van egy kép, amit most az, ugye most volt nemrég a születésének a napja, 91. vagy 92. születésnapja, és készítette egy festményt, és akkor kiposztolta az insta ez az unoka, és akkor így írta, hogy ó, nem az, hogy ó, drága nagymamám, hanem hogy tudjátok, hogy miért posztolom ezt ki, ma lenne 91 éves, és akkor, hogy, hogy ez neki, hogy milyen sokat adott a világnak, meg ne, szóval, hogy nem azért vette fel a nevét, hogy majd ő akkor ezzel fog érvényesülni, uh -huh. hogy én mondjuk az Audrey Hepburn unokája, hanem tényleg a tiszteletét kifejezve és hogy így ezen gondolkoztam egyébként, hogy még mindig abban a rendszerben tartunk, hogy automatikusan, hogyha összeházasodsz valakivel, akkor a férjed nevét Igen. veszed föl, hogyha születik egy gyereked a férjed Nevét viszi tovább, a férje nevét, és hogy azért születnek úgy a generációk, hogy tisztáljunk egy női felmenő Igen. előtt is, és viszik tovább a nevét. Úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna elmondani, mert hogy egyébként ez nagyon menő, és nagyon ö, szép az is, hogy a, hogyha jól tudom, mind a két fia írt könyvet, ugye? Igen, a, azt a, az anyukájáról és hogy ez is egyébként tök jó. Azt hiszem a Luká is, meg a Són is írt uh -huh. az Audrey Otthon című filmet, ami sajnos magyarul nincs meg. Jó lett volna elolvasni, mert kíváncsi lettem volna, hogy, hogy, hogy gyerek szemmel milyen. De majd amit tudunk kikutatni az anyaságáról, azt majd a mi be elolvashatjátok, mert tényleg nagyon-nagyon em nagyon, nagyon említésre méltóan csodálatos édesanyja volt, és nagyon fantasztikus nő és megint csak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent hoztál róla, mert... Én köszönöm, hogy behoztad az ötletet, mert a mellett volt. Mert nagyon érdemes volt őt bemutatni, úgyhogy visszatom mindenkit egy Audrey Hepburn filmmaratonra. Ja, igen, én is azt fogom tenni szerintem, majd pihenésképpen. Hát lesz mit kipihenned. Nagyon-nagyon <laughs> szépen köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.